Üdvözöllek titeket! Telek projekt ismételtem. Már eléggé régen volt egy telek projektünk. A projektünk következő szakasza, ezen kemence. A nagy terv a következő volt, bontásra ítéltetett. Ezzel szemben többen azt mondták, hogy lehetőség szerint ne bontsuk le, legalább próbáljuk ki, hogy miképpen és hogyan üzemel egy ilyen kemence. Na most jelenlegi állapota az ugye azért elég jól látszik. Kicsikét szemetes, kicsikét dzsuvás, gyakorlatilag sosem volt használva, illetőleg hát valamikor régen lehetett ez használva. És jól látszik, hogy azért kicsikét teli van mindenféle retekkel, mindenféle dzsuvával. Most, hogy egy kemencének valójában így kell kinéznie, azt valójában nem tudom. Tehát most ez ugye nyilván itt ez egy esőborítás, tehát ez kell rá, igen, és ez így kell. Nyilván azért ne hújjon széjjel, hát el az oldalról kb. Így néz ki. Itt egy kicsikét ki lett takarítva ez a szakasz, mert itt ugye láttátok korábbi videóban dzsuva volt, és hát amit most ezzel majd meg fogunk játszani, ugye, hogy mindenképpen ki lesz dzsuvázva, mindenképpen ki lesz takarítva, és hát kicsit felülvizsgáljuk talán, hogy ez mennyire akar már széjjel esni egy esetleges betüzelésnél. Hát ezt a hordót innen elvisszük, ez ugye nem kell, tehát egy kicsit ki kell takarítani a környékét, megvizsgálni magát az egészet, hogy ez így használható, vagy nem annyira használható. Be lehet-e egyáltalán ebbe tüzelni, vagy sem. Ugye itt van egy faszános ajtaja, ez egyébként üzemel valamennyire. Hát vannak benne ilyen fadarabok. Nem tudom, ki mennyire ért hozzá. Ilyen a belseje. Hát őszintén szóval én semennyire nem értek hozzá. Úgyhogy... Jó. Tehát körülbelül ennyit az ajtóról. Itt úgy tűnik, hogy itt van egy ilyen... hát ilyen koromleengedő valami cuccos. Kicsit dzsuvás. Ennek itt van az alja. Hát itt, hogyha felhúzzuk, akkor látszik, hogy valamikor talán ez lehetett használva. Mondjuk legalább egy próba erejéig, nem tudom. Ez is egy kis takarításra vár, persze itt mellette is, ami itt hete, ezt is azért el kell vinni. Tehát némi takarítás után valamilyen úton, módon megpróbáljuk beüzemelni ezt a kemencét. Megvizsgáljuk, hogy egyáltalán működik-e. Ha jól tudom, ez ilyen búbos kemence, vagy rakott kemence, vagy valami hasonló egyébként. Nem tudom. Ugye azt mondják okosok egyébként, hogy illetőleg hát az idősebbek, akik már láttak ilyet, ha valamikor régen, azt mondják, hogy ebbe azért lehet rendesen sütni pogácsát, meg kenyeret, meg mindenfélét, meg... Ugye videót is lehet találni magán a YouTube-on, hogy mit tudom, tepsibe sütnek sült hús benne, és parázs mellett gyakorlatilag, tehát egy felfűtött kemencébe ezt meg lehet játszani. Nem tudom. Megvizsgáljuk, betüzelünk. Ha széjjel hullott, akkor bontjuk. Ha nem hullott széjjel, akkor viszont mindenképpen le fogjuk tesztelni. Gyúrunk egy kis tésztát, némi élesztővel, egyébben, cicás videó, itt van íme. Jól van, te vagy itt a telek cicája, jól van, hős vagy. Jól van, te segítesz, segítőkész vagy, igaz? Gyere, Tisztus, gyere. Gyere, erőből, gyere. Majd én emelem a kis feneked, jó? Na. Tehát mindenképpen ki fogjuk próbálni a kemencét, megnézzük, hogy mennyire üzemel, mennyire működik, mennyire lehet egyáltalán fölfűteni. Ehhez egyébként van ott egy vagon tüzelünk, úgyhogy azt fogjuk felhasználni.
és abból fogunk mindenféle tüzelést végrehajtani. Amit olvastam, nyilván semmiféle szintetikus nem kell beletenni, szénnel nem kéne tüzelni, csak fával, szóval ilyen okosságokat olvastam róla, ezeket meg fogjuk játszani, illetve figyelni fogunk ezen apróságokra, aztán megpróbálkozunk a betüzelésével. Hát az eredményről majd tájékoztatlak titeket. Körülbelül ennyi. Sziasztok! Jaj, csícs!